Pokorni Zoltán, a 12. kerület polgármester a fővárosi közgyűlés alakuló ülésén arról kérdezte az ellenzéki többségű testületet, pontosabban a főpolgármestert, hogy miért nem biztosítanak arányos képviseletet a kormánypártiaknak a bizottságokban. Miért a saját embereikkel töltik fel a pozíciókat? Ahelyett, hogy ugye önök képviselő mandátum arányosan 59%-ot szereztek ebben a testületben. Ahelyett, hogy a másik oldalnak 40%-ot biztosítanának a munkájuk elvégzéséhez, ehelyett föltöltik az összeset, a 100%-ot. Rendben van ez így? Demokratikus ez így? Átlátható ez? Mi van fölírva a falra? Igazságos és szabad? Hogy jön ehhez a mostani vezetés? Jó lenne, ha válaszolnának rá. Cserpalkovics András, Székesfehérvár kormánypárti polgármester, a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Súlyos szavakat hallottunk Pokorni Zoltán polgármester kollégája szájából. Önöknél kapott az ellenzékbizottsági tagságokat Székesfehérváron? Súlyos szavak, de messziről úgy tűnik, hogy nagyon is igazak ezek a szavak, amit Pokorni Zoltán elmondott. Én úgy érzem, hogy itt megint nagyon komoly, a demokrácia alapjait jelentő szokásjogok kerültek felrugásra. Nyilván alapvetően ezt a fővárosi vezetésnek kell átgondolnia. Mindesetre nem ezt az utat jártuk, sem 2010-ben, sem 2014-ben, sem most 2019-ben. Hozzá érdemes talán tenni, hogy 2010 előtt az akkori MSZP-SZDSZ többségű önkormányzatok a két ciklusban volt ilyen Székesfehérváron, és egyértelműen a mandátumarányos képviseletet fogadták el a bizottságokba. Ezt a szokásjogot eddig ugyanis minden demokratikusan megválasztott testület, mondjuk Székesfehérváron esetében megtartotta, hogy számokról beszéljünk, a mi esetünkben 21 fős a testület, a polgármesterrel együtt, 14-en vagyunk mi fideszes politikusok, közéleti szereplők a testületbe, ez tehát kétharmad, egyharmad arány. A testületben a bizottsági helyek, tanácsnoki helyek elosztásánál, a külső szakértők megjelölésénél egyaránt követtük azt az elvet, hogy ezt a mandátumarányt követjük, sőt az ellenzék számára pozitív eltérítés is volt, tehát valójában nem is kétharmad, egyharmad, hanem az ellenzék számára kedvezőbb lett, és valamennyi ellenőrző tevékenységet jelentő pozíciót, legyen az a költségvetési pénzügyi jogi bizottságnak az elnöki pozíciója, vagy éppen a vagyonügyi tanácsnok pozíciója, amik ellenőrzési feladatokat ellátó feladatrendszert jelentenek, ellenzéki politikusok töltenek be, mert így válik egy demokratikusan megválasztott testület működésében is demokratikussá, átláthatóvá és valóban a nyilvánosságot egyébként szolgálóvá. Budapesten úgy nő az alpolgármesterek, főpolgármester helyetteseknek a száma, mint a gombák az eső után tulajdonképpen. Önök is ezzel kezdték? Több lett a helyettese? Nem, nagyobb lett a fizetés? Nem lett három fő, aki alpolgármesterként segíti az én munkámat. Egyébként nyilvánvalóan a mindenkori polgármesternek, nyilván a főpolgármesternek is van lehetőség, joga meghatározni azt a struktúrát, amiben ő vezetni kívánja a várost. Zárójel, hogy ez a felelősség is társul, tehát ezt is vállalni kell majd ehhez. Mi arra törekedtünk, hogy egy jó struktúrában, egy jó működőképes struktúrát felállítva tudjuk a következő 5 éves ciklust megkezdeni, és jellemző egyébként, hogy lehet konszenzust keresni a helyi politikában, a helyi közéletben, nem csak pártpolitikai alapon lehet gondolkodni. A mi esetünkben például az alpolgármestereket az én jelölésem alapján az ellenzéki politikusok is támogatták a titkos szavazáson, mert ez is szokásjog része volt Székesfehérváron, mert a jogszabályok alapján és a politikai törvények alapján is az alpolgármesternek van lehetősége ezt megadni, de akkor, ez csak akkor működik, hogyha a konszenzus oda-vissza tud működni, és a demokráciához hozzátartozik, hogy egymást egyébként megbecsülve, tisztelve elfogadjuk, hogy a választópolgárok az ellenzéki képviselőkre is szavaztak, nem csak a kormánypártiakra, vagy éppen fordítva attól függ, hogy melyik testületről van szó. Mindegyikünk mögött legitimitás van, mert az emberektől származik az a mandátum, ami egy szolgálatot jelent a következő 5 évben a fővárosban is, meg mondjuk a történelmi fővárosban is. Főváros hát szimbolikus ügyekkel is elkezdett foglalkozni, egész konkrétan arról van szó, hogy a Szent István parkban tervezett Szent István szobornak a felállítását megvizsgálják. Karácsony Gergely zöld felületvédelmi okokra hivatkozott, sokan azt valószínűsítik, hogy valójában teljesen más dologról van szó. Ön azt javasolta, hogy hát talán elérkezett az idő arra, hogy Székesfehérvár átvegyen bizonyos
fő történelmi funkciókat, vagy megemlékezésnek a funkcióit. Miért jutott erre a döntésre? Ha lehet, akkor kicsit távolabbról indítanék, más nemzeti ünnepekből. Teljesen egyértelmű, hogy mondjuk október 23-a, vagy éppen március 15-e központi állami ünnepségeinek a fővárosban, Budapesten van a helye. Már csak azért is, hiszen ezek a forradalmak és szabadságharcok, azok Budapest nélkül nem törtek volna ki. Az államalapítást. De az államalapítás tekintetében egy kicsit azért más a helyzet, hiszen Szent István tevékenysége, az ő hozzá kapcsolódó döntések, az államalapítás bölcsője, vagy adott esetben ennek az ünnepnek ünnepé nyilvánítása az Esztergomhoz és Székesfehérvárhoz kötődik, nem mondjuk Pesthez. Tehát ez a kérdés eddig is felvetődhetett, de mi abból indultunk ki, hogy van egy főváros, természetesen a mi fővárosunk is Budapest, tehát mi szeretünk szép augusztus 20-ai megemlékezéseket tartani. Jobb örülnénk, ha ezen folyamatosan a közjogi méltóságok, a civil emberek megjelennének nagy számban, a nemzet egészét vártuk mindig Székesfehérvárra, de a fővárosban van a helye. Viszont most elgondolkodtunk ezen a kérdésen, hiszen hogyha a főváros önkormányzata az alakuló közgyűlésen, ami egy ünnepélyes pillanat kell, hogy legyen, a demokrácia ünnepe kell, hogy legyen, szimbolikus döntésként az egyik első operatív döntését abban a tárgyban hozza meg, hogy egy korábban eldöntött szobor, ami Szent Istvánnak állítana emléket, az felállítása tekintetében azt a döntést felfüggeszti, akkor vajon augusztus 20-án hogyan fog Szent Istvánról beszélni, hogyan fog zajlani egyébként az, akár az állami ünnepség? Mi azt mondtuk, hogy akkor gondoljuk át, hogy a két Szent István városának nevezett magyar település, Esztergom és Székesfehérvár szerepe ebben értékelődjen föl. Egyébként történelmi jogon is mondhatnánk ezt, de a tegnapi döntésből is azt gondolom, hogy talán ez levezethető. Én amit szeretnék hangsúlyozni, hogy az alakuló közgyűlés, ami egy ünnepi testületi ülés, ott minden lépés a szimbolikus és üzenet is, mégpedig annak az üzenete, hogy mit szándékozik tenni értékek mentén, a jövőkép tekintetében, a városával kapcsolatban egy adott polgármester vagy egy adott testület. Szerintem rémisztő üzenet a fővárostól, hogy a főváros új vezetése az egyik első döntésében éppen az államalapító emlékét nem tiszteli. Én erre hívtam föl a figyelmet, ez ellen tiltakoztam Szent István városának polgármestereként, és javasolni is fogom az állam irányába, hogy a közjogi méltóságok meghívásával a jövőben ezek az állami ünnepségek azok augusztus 20-án vagy Esztergomban vagy Székesfehérváron legyenek adott esetben évente felváltva. Természetesen a főváros dönthet úgy, hogy ezt a szobrot mégiscsak felállítja, az lehet egy új helyzet, de nekem ez az üzenet, ez nagyon-nagyon szomorú volt a tegnapi nap. Ön egyszerűen politikai szándékot sejte en mögött? Én úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen belső ideológiai üzenet akart ez lenni a sajátjai irányába. Kinek a részéről? Szerintem az új főpolgármester és ez az új koalíció akart üzenni, talán a saját értelmisége fele. Ezt nem tudom pontosan, hiszen ezzel a szoborral kapcsolatban volt vita, az előző szoborral kapcsolatban ugye különösen, de még egyszer Szent István, az államalapító, a nemzet fővárosából kiindulva nem lehet vita tárgya, és nem lehet ideológiai küzdelmek tárgya. Korábban született egy döntés, lehet, hogy ezzel a döntéssel kapcsolatban fölmerülnek problémák. Az is lehet, hogy kell olyan dolgokat döntésként még hozzátenni, ami fontos. Én azt is elfogadom, lehet, hogy ez a kerületnek is fontos. De nem az alakuló közgyűlésen, mert az alakuló közgyűlésen ez mégiscsak annak az üzenete, hogy a nemzet fővárosa ideológiai küzdelembe keveredik az államalapító királlyal. Szerintem ez nem helyes. Nagyon gyors válasz kérnék még öntől. Azt is bejelentette Karácsony Gergely, hogy az ő által a rabszolgatörvénynek nevezett túlmunkatörvényt nem fogják egyetlen fővárosi cégben sem alkalmazni. Milyen helyzetbe hozhatja ez az önkormányzati cégeket? Ugye itt arról van szó, hogy fizetni lehessen az önként vállalt túlóráért. Hát a fővárosi helyzetet pontosan nem ismerem, attól félek, hogy a döntést meghozók sem ismerik, tehát nem tudják, hogy pontosan mit jelentettek ki. Egy biztos, a közszolgáltatásokat biztonságosan, magas színvonalon és a lehető legkedvezőbb áron kell tudni elvégezni, mert ezt várja minden egyes város polgára az ottani városvezetéstől, és ezt ma ebben a munkaerőpiaci helyzetben egyáltalán nem könnyű megteremteni. Nem véletlen, hogy ma már jöttek elő a sajtóhírek,
cikkekből, hogy ez mely vállalatoknál fog komoly, a szolgáltatásokra is kiható problémákat jelenteni. Az egy valamit szeretnék hozzátenni, hogy az elmúlt hónapokban egy valami világosan kiderült, hogy ez a törvény, ez nem szól a rabszolgaságról. És ezt egy olyan városból érkezve mondom, amelyik a magyar ipar egyik legfontosabb központja, a gazdasági erőcentruma, és nálunk ez az elmúlt hónapokban az ég adta világon semmilyen problémát nem okozott, nem hogy az önkormányzati cégeknél, hanem a vállalati szektorban sem. Ezek politikai üzenetek voltak, csak egy valamit mindenkinek át kell gondolni, hogy még egyszer az alakuló közgyűlés a szimbolikus, azt kell keresni, ami a közösséget összeköt egy település életében. Ezek pedig nem ezek a témák. Cserpalkovics András, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a Magyarország élőben holnap is a szokott időpontban jelentkezik, tartsanak majd velünk, viszontlátásra.